Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. A mai videómban kísérletezni fogunk. Két darab ilyen képkeretből ki fogom venni az üveget. Készítek belőlük egy kis asztalt. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan nagy feszültséget fog erre kapcsolni. És ez az egész arra lesz jó, hogy ráteszem a kezemet, és ott koronakisülés lesz a kezem alatt az üveglap felett. A koronakisülés során ózon is keletkezik, és a koronakisülés és az ózon együttesen fertőtleníti a kezemet, azt a részt, ahol hozzáér az üveglaphoz. Biztos láttatok már filmekben olyan fajta szkennert, ahol ráteszi a főszereplő a kezét a falra, hogy szépen végigmegy egy fény, vagy valami megvilágítja. A kísérlet során nagyon hasonló dolgot fogtok látni, igaz, hogy mondjuk sötét hátteret kell cserélni, tehát le kell oltanom a lámpákat, de ott, amikor meg fogom érinteni az üveglapot, ott a koronakisülés szépen mintázatot fog hagyni, és ezt a kamera látni fogja. Remélhetőleg. Annak érdekében, hogy megtudjam, hogy ennek milyen fertőtlenítő hatása van, mintát fogok venni a bőrömről, meg egy mobiltelefonról. Üvegedényekbe táptalajt fogok önteni, olyan fajta táptalajt, amit a baktériumok szeretnek. Utána kellett néznem az interneten, hogyan lehet ilyen táptalajt készíteni. És amikor mintát veszek a kezemről, vagy mondjuk egy mobiltelefonról, a táptalajt beoltom majd ezzel, és a táptalajt 36-37 fokos levegőn fogom tartani, illetve pontosabban olyan hőmérsékleten fogom tartani a táptalajt, és remélhetőleg pár nap alatt kitenyészik belőle valami, és meg fogjuk nézni, hogy a fertőtlenített kezemről, illetve a nem fertőtlenített kezemről milyen eredményekre jutunk. Tehát azt fogjuk megnézni, mi fejlődik ki a bőrömről vett minta esetén, abban esetben, hogyha megérintem ezt a speciális fertőtlenítő szkennert, vagy pedig nem érintem meg. Rögtön bele is kezdünk a kísérletbe, megmutatom az elektronikai részét. Ez a dolog nagyon egyszerű, ezt tulajdonképpen nem sokat kell építeni hozzá. Két ilyen képkeretből ki fogom venni az üveglapot, és ez lesz az egyik üveglap, ez pedig a másik üveglap. A két üveglap között némi hézag lesz, 3 mm egész pontosan. Fel fogom tölteni sós vízzel a két üveglap közötti rést, tehát itt egy vezető réteg alakul ki. Oldalról be fogok dugni ide egy drótot, ami hozzáér a sós vízhez, ezt rákötöm egy nagy feszültségű transformátorra, és a transformátor másik kivezetését pedig itt egy alátétre fogom rákötni, ami szintén szigetelő fog állni, tehát egy szigetelő lap lesz, ezt mindjárt meg fogom mutatni. És a dolog úgy működik, hogy ez lenne itt az ujjam, tehát ez az ujjam, és akkor megközelítem az üveglapot, itt koronakisülés lesz, itt keletkezik természetesen némi ózon is, és ennek az egésznek az lesz az eredménye, hogy itt baktériummentes lesz az ujjam, remélhetőleg, vagy legalábbis egészen kevés számban lesznek ott baktériumok, tehát rá is tudom tenni majd az egész tenyeremet, meglátjuk, hogy mennyire fog ez működni. Itt nagyjából 6-20 kV-os feszültséget kell kötni, tehát nagyjából ebbe a tartományba legyen, viszonylag nagy legyen a frekvencia, tehát több 10 kHz, legyen 10-20 kHz, vagy esetleg 30 kHz. Ugye a váltakozó frekvencia azt fogja biztosítani, hogy a bőrömnek a felszínén fog folyni az áram, nem pedig a testemben. Ez mindenféleképpen nagyon fontos. Az egyenfeszültség, illetve az egyenáram az nagyon veszélyes. A váltakozó áram is veszélyes, de az legalább a bőrön felszínén folyik. És amennyire én tudom, a belső szervemet így nem károsítja. Majd meglátjuk, ne ismételd meg otthon, én ezt most megmutatom nektek, meglátjuk, mennyire fog működni. Egyébként ez a plazmagömb. A plazmagömbből fogom kivenni az elektronikát, tehát ebből a fekete részből, ami itt van lenn, kiveszem az elektronikát. Nem sokat módosítok rajta, csak rákötöm a benne lévő transformátort erre az üveglapra, illetve erre az alátétre, amit mindjárt meg fogok nektek mutatni. Tehát ez az egész, azt hiszem 12 voltról működik, ha jól emlékszem, és igen, 12 voltról ide is írtam. És váltakozó nagy feszültség jön létre, és amikor ezt megközelítem itt a kezemmel, akkor itt lesz egyfajta kisülés az ujjam irányába, és remélhetőleg ez most látszódni fog, mert egy korábbi kísérletben kipróbáltam ezt, és ott nem nagyon látszódott, de most kitaláltam más megoldást, remélem, hogy meg tudom ezt a koronakisülést nektek mutatni. Ugye mintát fogok venni a kezemről, erre ilyen fültisztító pálcikát fogok használni, és ezzel a mintával be kell oltanom táptalajt, üvegedényekbe öntök táptalajt, ez a kék az üvegedény itt, és ez a táptalaj itt az alján, ez a fekete csík, és ez a táptalajtól hozzá fogom értetni a fültisztító pálcikákat, ezzel remélhetőleg beoltom, utána ezt az egész táptalajt, meg ezt az egész szerkezetet 36-37 fok körül fogom tartani, mindjárt megmutatom nektek, egy fűtőbetéttel fogom ezt megcsinálni, meg egy termosztáttal, tehát ez egy kapcsoló, ami itt van, de ez valójában egy termosztát lesz, ide is írtam, hogy T, mint hőmérséklet, de mondjuk nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ez a kapcsoló úgy fog működni, hogy 36 fokon bekapcsol, 37 fokon kikapcsol, vagy nagyjából ezen a hőmérsékleten, és ez biztosítja, hogy ez az egész egy zárt edényben lesz, ezt be is karikáztam, szóval a meleg levegő nem fog eltávozni, és a zárt edényben a levegő viszonylag konstans hőmérsékletű lesz. Állítólag ezt a hőmérséklet nagyon szeretik a baktériumok, úgyhogy meg fogjuk látni, az egész szerkezet itt 32 voltról megy. Még ez a feszültség azt mondom, hogy nem veszélyes, ugyanúgy nem veszélyes, mint hogy a 12 volt sem.
Na lássunk hozzá, megmutatom, hogy hogy lehet ezt megépíteni, a táptalajt elkészíteni, és a végén meg fogjuk nézni, mi lesz az eredmény, mi fejlődik ki. A most következő pár percben bemutatom, hogy miként készült el ez. A felső része egy üvegből van, dupla falú üveg. Vettem két darab képkeretet, ilyen képkeretet, és a képkeretből kivettem az üveget. Íme itt van a képkeret üveg nélkül, ilyenből van két darabom. És azt csináltam, hogy tömítő ragasztóval itt összeragasztottam a képkeretet. Ide helyeztem csapágygolyókat, ide, ide, ide és ide. 3 mm-es csapálygolyók vannak itt, ezek biztosítják azt, hogy nagyjából akkor 3 mm-es távolságra van a két üveg egymástól, itt oldalról is láthatjátok. Tehát a két üveglap között van egy üreg, az üreget két módon lehet megközelíteni, ezen a csövön keresztül, illetve ezen a csövön keresztül, persze ledobom, akkor összetörik és lesz több megközelítési útvonal, de ezt a lehetőséget most kizárnám, és kémcsövekből készítettem üveglábakat, és akkor itt lett egy kis üvegasztalom. Ez a viszintes része pedig dupla falu, és ide sós vizet fogok tölteni. Egyébként ilyen kémcsőből készültek a lábai. Rendes konyhasót használok, és a konyhasót feloldottam egy kisebb kávéskanálnyi méretet itt ebben a vízben, és ezt most be fogom tölteni ide a két üvegablak közé. Biztos sok mellé megy, nem baj, ez nem egy káros történet, már úgy gondolom, hogy nem kár, hogy egy kis sós víz eltűnik a nagy semmibe, vagy sós lesz esetleg az asztal, vagy sósvizes lesz az asztal. Azt nem tudom, ez sikerül összerakni, vagy sem. És akkor itt fog bemenni a víz, a sósvíz, itt pedig ezen pedig kijön a levegő, legalábbis ez a terv. A terv eddig működik. Ez egyébként egy szilikoncső, amire rácsatlakozok, ez pedig egy zsugorcső. Na, ha jól dolgoztam, akkor most sehol nem szivárog. Itt persze mellé ment egy kis víz, azt megpróbálom letörölni. Ezzel megvagyok, feltöltöttem a két üveglap közötti részt sós vízzel, még itt egy kicsit vizes, lesznek benne ilyen légbuborékok, várok egy kicsit, remeltek a buborékok valahogy feljönnek a tetejére. És ezzel elértem azt, hogy két szigetelő réteg között egy vezető réteg van, mégpedig egy olyan vezető réteg, ami átlátszó. Úgyhogy be fogom tömni nem sokára ezeket a pontokat, ide bele fogok vezetni az egyikbe egy vezetéket, hogy elektromosan hozzá tudjak csatlakozni ahhoz a réteghez, amit itt most beletöltöttem, tehát a sós víz rétegéhez, ami a két üveglap között van, a másik pedig azért volt itt, hogy kijöjjön a levegő, most már erre nincsen szükség, úgyhogy egyik ledugózásra kerül, a másikban pedig belekerül egy vezeték. Ez itt egy ilyen plazma gömb, igazából játéknak nevezném, egy ilyen búráról van szó. Gyakorlatilag valami alacsony nyomású nemes gáz van benne, és akkor megmutatom, hogy mit láttok, hogyha bekapcsolom a plazmagömböt. Bekapcsoltam, az, hogy jobban lássátok, hogy mi történik, leoltam a lámpát. Szóval így néz ki a játék plazmagömb. 12 voltról működik, körülbelül 6 wattot fogyaszt, és akkor mindenféle szép alakzatot lehet ezzel kihozni. Egy ilyet szedtem szét, megmutatom, hogy hogyan. Igazából nem is azt mutatom meg, hogy hogyan, hanem azt, hogy hogy néz ki szétszerelve ez a plazmagömb. Volt egy alja, meg ebben volt itt egy cső, egy gégecső, és ebben a műanyag házban pedig ez az elektronika végezte a feladatát. Ez nagy feszültséget állít elő, váltakozó nagy feszültséget. Van olyan üzemmódja is, hogy egy mikrofon segítségével modulálni lehet ezeket a hullámokat, én ezt most nem használom, hanem folyamatosan be lesz kapcsolva, és azt fogom kihasználni, hogy ez a vezeték itt nagy feszültségű és váltakozó frekvenciát szolgáltat számomra. Úgyhogy ezt fogom hozzá csatlakoztatni ehhez az üvegasztalhoz. Tehát ez a vezetékhez. Itt mindjárt meg fogom nektek mutatni megint azt az elektronikát, amit kinyertem a plazmagömbből. Ez volt az alja a plazmagömbnek, ez pedig maga a plazmagömb volt. És az elektronikát azt ide helyeztem, így. Itt van. Megmutatom kicsit közelebbről is. Itt van az elektronika. Itt kap 12 voltot, itt van a nagyfeszültségű transzformátor. A nagyfeszültségű transzformátornak két kimenete van, ez a fekete kábel, amit a kékre vált, és itt hozzá van kötve a sósvíz réteghez, illetve ez a barna kábel. Ezt a részt megmutatom így is, ide helyeztem egy kis plexilapot,
a plexirapra tettem egy alátétet, és az alátéthez van forrasztva a transformátornak a másik vezetéke, és ez a plexilap pedig fel van ragasztva két oldalas ragasztóval az üveglapnak a hátuljára. Én azt állítom, hogy ha így megfogom az üveglapot, mondjuk ezen a részen, akkor itt az új begyek alatt koronakisülés lesz, szép látványos kék foltok fognak megjelenni, és azért készült ez az egész üvegből, hogy be tudjam tenni a kamerát ide alulra, és látni fogjátok a koronakisülést. Környékén érzik legjobban magukat ezek a baktériumok, úgyhogy készítettem egy kis dobozt, illetve a dobozt nem készítettem, a dobozt azt vettem, ez egy festékes doboz. Ezt már korábban használtam néhány kísérletemnél. A doboz aljára tettem egy fűtőtestet, itt láthatjátok. Ez fel tudja melegíteni a dobozban lévő levegőt, és ide raktam néhány ilyen kupakot, és ezekre fogom ráhelyezni a tartályokat. És van hozzá egy kis elektronika, itt láthatjátok. Ezt úgy állítottam be, hogy nagyjából olyan 37 fok környékén tartja a hőmérsékletet, de csak akkor, amikor ez le van fedve, tehát ez egy olyan dobozka lesz, amiben itt a levegőt megpróbálom olyan 37 fok környékén temperálni. Ez itt van egy hőmérő, itt ez egy kis hőmérő. Nem a fűtőtestnek a hőmérsékletet mérem, hanem a levegőnek a hőmérsékletét. Most táptalajt fogok készíteni. Erre azért lesz szükség, mert amikor a fültisztító pálcikával mintát veszek mondjuk a kezem főletéről, mondjuk így, az ujjam főletéről, így, akkor majd valamire rá kell kenni, amin azok szaporodhatnak, azok a baktériumok, meg azok az ízék, amik lejönnek majd az ujjamról. És elvileg petricsészére lenne szükség, nekem nincs petricsészém, helyette van ilyen mini befőttes üvegem. Ebbe fogom belönteni a táptalajt, és amikor benne van a táptalaj, még nincsen benne, szóval amikor benne lesz a táptalaj, akkor azt fogom csinálni, hogy veszek mintát mondjuk az ujjamról, kicsit elkenem itt a táptalaj tetején, lecsukom, és akkor várok 1-2-3 napot, melegbe fogom tartani ezt a kis befőttes üveget, olyan 35-36 fok körül, 37 fok körül, és akkor benne elkezdenek szaporodni a dolgok, benne viszont csak akkor tudnak szaporodni a dolgok, hogyha van olyan táptalajom, amin ez a szaporodás lehetséges, úgyhogy ezt fogom most nektek megmutatni. Az egyik alapvető összetevő ásványvíz, szénsavmentes. Nem csapvizet használok, mert abban a klór van, az gátolja itt a dolgokat. Úgyhogy ásványvíz. Az ásványvízből előzetesen kiöntöttem egy kicsit egy lábosba, felforraltam, és itt már vissza van hűtve ez a felforralt folyadék. 3 deciliter van benne. Ebbe fogom belekeverni a dolgokat. Ez egy fél literes kis edény, és mint mondtam, most 3 deci felforralt ásványvíz van benne, ami vissza is lett hűtve. Az első összetevő a konyhasó lenne, ebbe a kupakba kiöntöttem egy kis konyhasót, és van egy mérlegem hozzá. A 3 decihez szükség lesz körülbelül 2 g konyhasóra, szóval majdnem a 2 g konyhasó van benne, ugye lenulláztam az edénynek a súlyát, most nem méri bele a mérleg, úgyhogy mehet bele a felforralt ásványvízbe a konyhasó. Na, benne van a konyhasó, a keverő pálca pedig az a szívószál lesz. Szóval benne van a konyhasó. A következő összetevő az élesztőpor lesz, ilyen instant élesztőpor. Itt a műanyag pohárba kb. 1,6 g-nyi sütőélesztő van. Megy ez is bele a vízbe, a felforralt és visszaütött ásványvízbe, ami most már sózott. Ezt is elkeverem. Inkább összerázom. Összeráztam, kicsit ilyen barnás lélet benne. Ezt az egészet zselésíteni kell, lapzselatint fogok használni, 6 lap van ebben, 10 g-os a lapzselatin, kibontom. És
azt csinálom, hogy elvágom talán őket hosszába ollóval. Könnyebb lesz majd bekeverni. És állítólag nem szabad mindet egyszerre belerakni. Úgyhogy először egy laknyi kerül bele. Na, benne van a 4 lap zselatin. Ez valamivel több mint 5 gram. Tehát olyan 6 gram körül lehet, nem tudom, nem számoltam ki pontosan. És akkor ezt is összerázom. Elkészült a táptalaj. Így néz ki. Lett egy kis színe. Most ezt a táptalajt fel kell forralni, be fogom rakni a mikrohullámú sütőbe pár percbe, felforr benne a víz, gyakorlatilag ha belekerült valami baktérium, például a zselatinlap vágása közben, vagy miközben beletöltöttem ebből a pohárból mondjuk az élesztőt, azok most meg fognak szűnni. Ezek az edények pedig itt előzetesen le lettek fertőtlenítve, az azt jelenti, hogy kinyitottam az összes edénynek a kupakját, és forrásban lévő vízbe tartottam nagyjából az edényeket olyan 3-4 percig, lehet, hogy kicsit több is volt, lehet, hogy 5 perc. Utána kivettem a forró vízből, vagy a forrásban lévő vízből az edényeket, és megszárítottam őket, úgyhogy ezek most elvileg belül sterilek. Felforraltam a táptalajt, mármint a földékot, itt láthatjátok, és valószínűleg nem az inekciós fecskendőt fogom használni az edénybe való betöltéshez, hanem a szívószálat, egyszerűen úgy, hogy befogom a végét, megemelem, és akkor ami benne van a szívószálba, az belekerül az edénybe. Az egy nagyon jó kérdés, az élesztő hogy fog működni ezekbe az edényekbe, miután már egyszer felforrt a víz. Ezt nem tudom, ha csak valaki tudja, akkor írja le itt kommentbe. Szóval az a feladat, hogy kinyitom a befőttes üvegemet, itt ezt a mini befőttes üveget, így. Ez lesz most a petri csésze. És teszek bele egy kis táptalaj oldatot. Így. Talán még egy csöppet. Így. Itt láthatjátok, hogy nagyon minimális mennyiségű folyadék van az alján. Ott van benne. Úgyhogy ezt megcsinálom mind a hattal, és utána megvan mind a hat, berakom a hűtőgépbe, és remélhetőleg a zselatin hatására megdermed egy kicsit a táptalaj. Itt vannak a kis petri csészém, ugye mondtam, hogy ez nem petri csésze, hanem mini befőttes üveg. Benne van a zselés valami. Itt, hogyha belenéztek, vagy láthatjátok, most már nem folyik, szépen csillog. A zselé kicsit megszilárdította, nem fogom megfogdosni, és akkor az a terv, hogy egy edényben nem rakok semmit, az lesz a referencedény, hogy mi történik akkor, hogyha semmi nem éri, hogy akkor lesz ebből valamilyen baktérium tenyészet vagy sem. A kettes számúnál pedig a kezemről, itt az újbegyről fogok mintát venni, ezt fogom belekenni. A hármas számúnál ugyanezt fogom csinálni, csak mielőtt mintát vennék róla, ideértetem egy kicsit a kezemet, egy 5 másodpercre, úgy veszem a mintát, és ebbe fog megint belekerülni a minta a hármas számúba. A négyes számúnál megmosom alaposan a kezemet szappannal, megvárom, hogy megszáradjon, mintát veszek, belerakom. Bizonyára hallottátok, az egyik legkoszosabb dolog körülöttünk a saját mobiltelefonunk, úgyhogy a mobiltelefonról fogok venni mintát, illetve a mobiltelefont jól meg fogom tapperolni a kezemmel, megcsinálom megint a koronakisülést, veszek róla mintát, és a hatos számúban gyakorlatilag egy olyan minta lesz, ahol a mobiltelefonom összekoszolta a kezemet, és az összekoszolt kezemet fertőtlenítettem itt a koronakisüléssel, illetve az ózonnal, és ez a minta fog ebbe belekerülni. Ide készítettem a fültisztító pálcikákat, értelemszerűen minden kísérlet után újat fogok használni, tehát nem fogom az egyikkel összeszennyezni a másikat, és utána megy be ez az egész a meleg dobozba, a keltetőbe, és meg fogjuk nézni, hogy 2 nap múlva mi történik. Tehát az első számú, az már készen is áll, ugye mondtam, hogy ezzel nem kell csinálni semmit. Jöhet a kettes számú, kinyitom a kettes számú edényt. Így. Veszek egy fültisztító pálcikát, és innen az újbegyemről veszek mintát, legyen erről is, meg erről is, és akkor ezt ide belehelyezem. A kettes számú is kézen áll, a hármas számú edényt fogom most akkor használni, kinyitom. Veszek egy új pálcát hozzá, bekapcsolom a szerkezetet,
És ugye most nem fogjátok látni a koronakisülést, de higgyétek el, hogy van. Én érzem az ujjamon. Így nagyjából ennyi elég volt. Ugyanúgy mintát veszek róla, mint az előbb. Mind a három új begyem hozzáért, úgyhogy legyen mindegyikről. Ebbe is belekerül. Megvan a hármas számú. Most várok egy kicsit, megint összekoszolom a kezemet, megfogdosok mindenfélét, és utána meg fogom alaposan mosni szappannal. És a négyes számomból olyan minta lesz, amikor frissen megmosott kézről veszek mintát. Megfogdostam mindenfélét, tényleg rohadt barasztól kezdve, amit csak találtam a környéken, utána alaposan megmostam a kezemet, és most az alaposan megmosott kézről fogok innen mintát venni ezzel a pálcikával. Legyen innen is. Így. És a négyes számú edénybe ez fog kerülni. Láthatjátok benne a táptalajt. A négyes számú is készen áll. Az ötös számú kísérlethez kölcsönkértem a feleségem mobiltelefonját, úgyhogy mobiltelefonról fogok mintát venni. Legyen minden részéről. Jöhet az ötös számú. A hatos számú pedig úgy fog elkészülni, hogy meg jól megtaparom ezt a telefont mindenütt, ahol csak tudom. Így. Jó, megvan a tapperolás. Koronakis üléssel feltölthetem a kezemet. Ja, mindig azt mondom, hogy a kezemet feltölthetem, de igazából csak az új vegyeket. Jó. És akkor itt is leadom a mintát, mégpedig úgy, hogy itt a fültisztító pálcika, itt az új begyek értek hozzá. Így. Mobiltelefon nem mertem rátenni, nem tudom mi történik, de így beledugdossam a zselébe a pálca végét, kicsit meg is mozgatom. És akkor megvan mind a hat edény. Az előbb bemutatott módon mintát vettem itt az új begyeimről, kipróbáltam azt is, hogy mi történik akkor, hogyha koronakisüléssel egy kicsit fertőtlenítem, vagy sterilizálom, vagy nem tudom minek nevezzem az új begyeimet. Vettem mintát a mobiltelefonról, össze is tapperoltam a mobiltelefont, utána koronakisüléssel megint megpróbáltam fertőtleníteni ezt a részt, és akkor ez a minta is belekerült, és itt beindult a fűtőszerkezet. Most 32,8 fokot jelez itt a hőmérő közvetlenül a fűtőtest felett. Le fogom fedni ezt a dolgot, és akkor egy-két nap múlva megnézem, hogy mi történt. Eltelt a két nap, kivettem ide az edénykéket. Ebben az edényben voltak két napig ezek a kis befőttes üvegek, és ebben a műanyag edényben nagyjából 36 fokos volt a levegő, le volt fedve. Most már a fedőt levettem, kivettem az edényeket, úgyhogy most meg fogjuk nézni egy USB-s mikroszkóppal, hogy mi történt. Ez lenne itt az USB-s mikroszkóp, egy 4-es fúró eltört, annak a végét láthatjátok itt, megmutatom közelebbről. Itt láthatjátok a törött fúrót, és itt pedig a képet, amit az USB-s mikroszkóp közvetít a laptop monitorjára. Itt vannak ilyen kis fémszálak, szóval ez ilyen nagyításra képes. És akkor most nem a fúrószálat fogom a továbbiakba közvetíteni az USB-s mikroszkóppal, hanem a befőttes üvegek tartalmát. Azt fogom csinálni, hogy belerakom a befőttes üvegekbe a mikroszkópot, mert rájöttem, hogy az USB-s mikroszkópnak itt a külső átmérője, az pont passzol itt a fedőbe, tehát ha kinyitom a fedőt, akkor bele lehet tenni a mikroszkópot, és akkor egyesével megcsinálom a képeket. Elkészítettem az USB-s mikroszkóppal a képeket, akkor ide most bevágom mind a hatot. Az első kép egy olyan csészéről készült, ahol semmilyen szennyezés nem volt, valóban nem látok benne semmilyen extra szennyeződést. A második kép pedig azt mutatja, hogy mit enyészett ki a kezemről. Itt egyértelmű az elváltozás az előző képhez képest. A harmadik kép ugyanez lenne a kezem, viszont ott a koronakisüléssel, illetve némi ózonnal fertőtlenítettem a kezemnek a végét, az ujjaimnak a végét. Látható, hogy elég hatásos volt.
Negyedik képen a szappanos kézmosás eredményét látjátok. Úgy néz ki, ez ugyanolyan hatásos, vagy kb. Ugyanolyan hatásos, mint a koronakisülés és az ózonos fertőtlenítés. Az ötödik kép a mobiltelefonról vett mintát tartalmazza. Láthatjátok, hogy nagyon hasonló lett az eredménye, mint a másodiknak, ahol a kezemről vettem a mintát. És az utolsó képen pedig azt látjátok, hogy a mobiltelefonnak a képernyőjét, amikor megtapperoltam, a kezemre mindenféle rájutott, erről vettem mintát, és ezt a koronakisülés, illetve az ózon segítségével fertőtlenítettem, ez is egészen jól sikerült. Megmondom őszintén, hogy nem ment minden simán a kísérlet alatt, több zselatint kellett volna használni, kicsit lágy lett a zselatinnak a felszíne, túlságosan lágy, így csak ilyen fejlődés kezdeményezések voltak, tehát nem tudott rendesen ez a baktérium, vagy penész, vagy akármi kifejlődni rendesen. Két nap alatt sokkal látványosabb eredményt kellett volna elérnem, így is látszik a különbség, de lehetett volna látványosabb is, úgyhogy aki szeretné megismételni a kísérlet azon részét, amikor élesztő, víz és zselatin segítségével a kezéről vett mintából szeretné tenyészteni valamit, az használjon egy kicsit több zselatint. Mindenesetre az jól látható, hogy igenis működik a fertőtlenítés, a szappanos kézmosás is nagyon jól működik, illetve ez az ózonos is. Ennek az ózonos fertőtlenítésnek viszont az a hátránya, hogy itt a kéz hajlataiba például semmilyen fertőtlenítés nem végez, még az alapos kézmosás esetén, ahol szappant használunk és rendesen megmosó kezünket, ott bizony az a rész is fertőtlenítődik. A kísérlet során egy olyan eszközt készítettem, amire rá kellett tennem a kezemet, megmutatom. Mutattam, hogy ez az eszköz készült. Ennek sík a fölete, rá lehet tenni a kezemet, és ott koronakisülés lesz, illetve ózonos fertőtlenítés. Ez sík, látszik, hogy ez így működik, viszont szerintem akkor is működött volna ez az egész, hogyha nem szedem szét a plazmagömböt, ugyanis ha arra ráteszem a kezemet, majdnem ugyanazt érem el, meg is mutatom. Szóval ez itt egy másik plazmagömb, és ha ráteszem a kezemet, ugyanazt érem el gyakorlatilag, mint amikor rátettem a síklapra a kezemet. Itt remélem hátul látható, itt is van némi koronakisülés, vagy bármennyi, minden esetre érzem a kezemen a hő hatását. Szóval szerintem ez így is működött volna, ezt nem próbáltam ki, de valószínűleg így is működött volna, hogy csak ráteszem a gömbre a kezemet. Hogy milyen érzés, amikor megérintem ezt a plazma gömböt? Hát kicsit kellemetlen, de egyáltalán nem fájdalmas. Éreztem azt, hogy valami hőhatás van, éreztem valami kis bizsergést, de túl lehet élni. Azt viszont nem tudom, hogy milyen hatása van az emberi bőrre, úgyhogy nem javaslom, hogy megismételd a kísérletet. Nagyjából ennyit szerettem volna most nektek megmutatni, gyertek máskor is, ha tetszett a videóm, kérek iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!